Wiesner mutatja magát, Steinmetz indít. Pénteken egy gól indítása volt, gyorsabb a Fradi, mint látják úszásban. Müller a hosszú oldalon, eddig remek. Húzás, gól! Udvardi. Müller a hosszú oldalon, Udvardi helyezkedik bent, és ilyen gólokat, ilyen technikai bravúrokat szeretnénk látni. Müller. Nem jött pont kézre. Szollár. Müller kéri megint. Tolj, de nagy gól! Müller András kitűnően játszott az első két napon is. Most ő egyenlít. Birkózza szó szerint a hatodik Ferencvárosi volt. Nyakában az őrzővel a víz alatt lávágja és bekacsázik a labda. Müller, Udvardi. Szollár is ott van már elől. Most kapja a labdát. Szollár. Gyönyörű! Szívó specialitás volt eddig az ilyesmi, de kiderül, hogy Szollár László is tudja. A víz alól húzza. Bravúr! 20 másodperc még. Van-e még egy gól a Tarsolyban? Ketten is kérik, Udvardi. Nem vette észre Müllert. Wiesner. Balla. Varga bent, Müller is bent. Ó! Ez az! 5 másodperccel a vége előtt. 11-6. Gyönyörűen megjáratott labda, aztán Balla észreveszi Müllert, aki jelentkezik, és eminens diákhoz méltóan be is lövi. 11-6. Sergio Catalani úr, a FINA delegátusa, tehát a Nemzetközi Úszó és Vízilabda Szövetség küldöttje az, aki átnyújtja most a Ferencvárosnak és Steinmetznek a kupát. Azt a kupát, amit az első napon bemutattunk önöknek, és bíztunk benne, hogy további egy évig Budapesten marad. Faragó. Kenéz. Budavári, már nem lesz hova adni, szabad dobás. Egymás nyakán vannak. Egy gyönyörű kettőzés, szép volt Csapó. Gyönyörűen tálalta a kezére Faragó, és Csapó nem hibázott. 4-4. Szollár. Popper Imre, az FTC technikai vezetője. Ej, de szép gól volt! Suhintott nagy gól! Szollár a szerző, harmadik gólja. 5-4 az FTC javára. Varga úszik föl. Láthatóan jól követik, néz, úszás közben figyel, hova továbbíthatna. És egy gól, 6-4. Debreceni a szerzője, 6-4-re vezet az FTC. Ritkán dobja el ilyen messziről a labdát Debreceni. A Vasasé a labda. Még tart az ember előny, de már nem sokáig. Gyorsan kell kihasználnia. Kenéz. Faragó. Gajdosi dobhat. Gól! Gajdosi góljával 6-5. Az utolsó 3 percen belül vagyunk. 6-5-re vezet az FTC.
Kocke néz. Szabad dobást kap. Az utolsó két percen belül újra kenéz. Gól, Gajdosi újabb gól dob. Gajdosi jól lopakodott be. Kulcsfontosságú volt, úgy látszik, a beállítása, hiszen két gól dobott, villám gyorsan, Budavári pedig egymás után hagyta ki a helyzeteket. 6-6. 1 perc, 49 másodperc van hátra a Szuperkupa döntőből, illetve annak rendes 4/4-éből. Kohán. Csapó ellen ítél szabad dobást a játékvető. Wiesner dobhatná, nem tovább előre. Udvardi forgatja az ellenfelet. Ej, de szépen! Gyönyörű csavargól. Udvardi góljával 7-6 az FTC javára. Gyönyörű gól dobott. Hátán Kriegerrel. Az FTC csapata 7-6 arányban győzött a Vasas ellen, és ezzel a Szuperkupa 1979. évi kiírásában a kupa védője lett.